Böcögő Dorina ma indul Kolozsvárra az egyéni torna Európa bajnokságra, sajnos csak nézőként, egészen április elejéig biztos volt a helye a magyar indulók között, ám múlt héten szerdán ez megváltozott, sérülés hátráltatja olimpikonunkat, ráadásul egy elhúzódó sérülés, aminek még nem tudják az okát. Néhány nappal a szombati indulás előtt Böcögő Dorina kikerült a vasárnapig tartó kolozsvári Európa-bajnokságra utazó magyar női tornász válogatott keretéből. Sérülés miatt. Ami még pluszban elszomorító az egészben, hogy nem egy konkrét térd vagy boka sérülésről van szó, hanem egy több mint két hónapja tartó, kiszámíthatatlanul felbukkanó gyulladásos megbetegedésről. Február óta van nálam ez, igazából úgy kezdődött, hogy elkezdett fájni a vállam, akkor még nem gyanakodtunk semmi konkrétra, nyilván a vállamat vizsgáltunk ki, nem találtunk nála semmit, pedig annyira fájt, hogy már alig bírtam felemelni. Ez egyébként pont a kéthetes februári Egyesült Államok beli edzőtábor alatt zajlott, ahol is Dorina Kovács Zsófiával, Trenka János edző kíséretében két hétig együtt készülhetett, több amerikai válogatott kerettaggal Texasban. A riói ötkarikás játékok négyszeres aranyérmese Simone Biles edzője is ellátta tanácsokkal. A kintlétet beárnyékolta, hogy a napi két edzésben és egy nemzetközi felmérő versenyen is hátráltatta Dorinát ez a fájdalom. Úgy néz ki ez az egész, hogy éppen ami picit fájna és talán két nap múlva elmúlna, például egy izomláz, az nagyon bedurran vagy begyullad, nem is tudom, hogy fogalmazzak, és fáj mondjuk hetekig. Ugyanígy egy izomláz is egy hétig megmarad, és elég erősen fáj, és gyakorlatilag nem tudok tőle edzeni. Április elején az országos szerbajnokságon úgy tűnt, rendeződnek a dolgok. Talajon Dorina bemutatta új gyakorlatát, amelyet egy ritmikus gimnasztika koreográfus állított össze. Jól sikerült számára az OB, megvédte bajnoki címét, és amikor megnyugodhatott volna, újra jött ez a bizonyos húzódás és fájdalom. Végig küzdöttünk az EB szereplésért, az OB-n egész jól szerepeltem, nem a teljes gyakorlattal indultam, viszont állóképességre teljesen jó voltam, úgy tűnt, hogy akkor lehet a nehezebb gyakorlat. Következő héten volt a Matolai emlékverseny Kiskunfélegyházán. Tényleg borzasztó volt az egész verseny számomra, nagyon sokat rontottam, látszott, hogy nem vagyok abszolút formában, és próbáltunk csak a talajra koncentrálni. Akkor döntöttük azt el, hogy nem négyszeren indulok majd az EB-n, hanem egyszerem. Szerdán volt egy szólításunk, ahol be kellett mutassam a talajgyakorlatomat, az edzőm még ott állt és segített. Hát és így is konkrétan négy kézzel sikerült az első soram, és itt együtt nem is kellett megbeszéljük, hanem mind a kettőnk fejében ez volt, hogy akkor ennek itt valószínű, hogy vége, ez így nem fog menni. Az lett volna a cél, hogy fináléba kerüljek, az pedig csak is halálpontos gyakorlattal lehet. Most még ha sikerült volna a gyakorlat, akkor sem lett volna halálpontos, és azzal nem lehet fináléba kerülni. Draskóczi Imre szövetségi kapitány így Böcögő Dorina helyére Arszalti Dáliát jelölte ki. Dorinát megviseli lelkileg a két hónapja tartó bizonytalanság, és hogy keresztül húzta terveit ez a sérülés. Nem érintett jó, főleg abban a tekintetben, hogy nagyon jól indult az év eleje, és a tavalyi évben is jól szerepeltem, jól be voltam versenyezve, nem izgultam, stabil volt minden gyakorlat, és így vártuk ennek megfelelően az idei évet. Még új elemeket is szerettem volna tanulni, az össze is jött korláton van egy új elemem, viszont hát ezt így nem tudtuk bemutatni sajnos eddig, szóval emiatt nagyon rosszul esik, és tényleg nagyon vártam ezt az EB-t ebből a szempontból. Edzője Draskóczi Imre, csapattársai, családja, barátai, mindenki vigasztalja Dorinát. Az orvosok keresik az okokat és a megoldást. Jártam hetekig a sportkórházba, több góckutatáson voltam, igazából nem derült ki semmi, tehát azt mondták, minden rendben van. Annyira nem is értjük, hogy akkor igazából miért van mindez. Most próbálok egy nagyon erős vitaminkúrát, táplálékkiegészítő kúrát, most ebben bízunk, másoknál már bejött, akinek ugyanilyen tünetei voltak. Addig pedig, amennyire a fájdalmai engedik, elvégzi az edzésmunkát, csütörtöktől pedig a helyszínen Kolozsváron szurkol a magyar torna válogatottnak.